akkor nagyon sokféle irányba fogunk kalandozni a mai alkalommal. Az egyik ilyen most éppen aktuális, amit az általános iskolásokkal végzünk a laborban, ugye a halogénekkel kapcsolatos dolgok, főképp ugye a jód van a vizsgálatnak a középpontjában, és itt be lehet mutatni általános iskolában is az oldódást, és főképp ugye azokat a dolgokat, hogy a hasonló a hasonlóban jól oldódik, igaz, tehát hogy a megegyező polaritás kell a jó oldódáshoz, és akkor három különböző oldószert próbálhatunk ki egyszerűen a jó oldódásával, elegendő csak egy kis bolyó is. És az egyik oldó szerint az természetesen a víz lenne, akiről tudjuk, hogy poláris, tehát erősen dipólusos jellegű, úgyhogy azt várjuk, hogy oldódni nem, vagy pedig igen rosszul fog ebben az illető vízben, és ugye tényleg hiába rázogatjuk, ott van a kis szürke jód golyó is az alján, és semmilyen változást nem látom. A másik kémcsőben lévő jódra pedig etilalkoholt, 96%-os etilalkoholt rakunk, aki tudjuk, hogy kettős oldékonyságú, és nagyon jó, ki lehet mutatni már is az első pillanatban, hogy megjelenik egy ilyen sárgás szín, tehát nagyon jól oldódik benne a jód, és hát itt, hogyha megnézzük, itt gyűjtjük az alkoholos oldatokat, nagyon szép sötét barna, a jó tinktúrának is ez a színe, és a harmadik oldószer, ami pedig teljesen apoláris, az pedig a benzin, ebből is csak egy kis keveset öntünk, és itt is lehet látni, hogy megjelenik a rózsaszín, és a jód esetében, ugye teljesen apoláris benzinben, itt lehet látni, gyűjtjük össze a benzines oldatokat. Olyan a színe az oldatnak, mint a jódnak a bőzei, és ugye ha oldódik jól a jód valamivel, és az oldószer molekuláiban van oxigénatom, akkor sárgás, illetve barnás szín tapasztalom, hogyha pedig nincsen oxigénatom az oldószer molekuláiban, akkor pedig ilyen lila színű lesz a jód. És akkor itt lehet hozzá fűzni azt az általános iskolásoknál, hogy ugye az oldódási kísérletek során vettük azt, hogy a hőmérsékletnek az emelése az elősegítheti az oldódást, és most ezt az jó oldatot, illetve ezt a vizes jódot megmelegítjük egy picikét, és akkor megnézzük azt, hogy tényleg rá lehetne bírni arra, hogy melegedjen, oldódjon egy kevéssé. Andi, légy szíves most egy picikét, gyere félre a tűzvonalból. És mivel a víz molekulák oxigénatomot tartalmaznak, ezért valamilyen sárga vagy sárgás színnek a megjelenését várhatjuk. Fel kell forralni. És már ott a kis jód golyócska környékén lehet látni, hogy sárgul az a víz. Tehát tényleg a hőmérséklet közlése az elősegíti az oldódást.
tudást,